János, gratulálok a győzelemhez, te már ugye junior országos bajnokként érkeztél erre a versenyre, viszont ebben a súlycsoportban mindössze ketten indultatok. Ugye Dino Karnold volt az ellenfeled, mit mondott az edző, hogy mit kell megpróbálni az első két menetben? Azt mondta az edző, hogy testre üssek inkább, és igaza is volt, mert a harmadik menetben ő testen fogtam meg, és így győztem le. Amikor megfogtad és a mérkőzésvezető rászámolt, akkor gondoltad, hogy az edzője fel fogja adni, vagy azt gondoltad, hogy még van hátra két perc, és akár esetleg döntő fölényt is ki lehet harcolni? Igen, azt gondoltam, hogy nem fogja feladni az edző, hanem hogy még tudok boxolni tovább vele. Mennyire érezted jó erőben magad a mérkőzésen? Hát eléggé, sokat is edzettem rá, meg... Ezen a tornán se kellett sokat meccselni? Hát nem, sajnos kevesen voltunk. Mi a terved az ökörvívással? Hát a világbajnokság. Amatőrben? Majd profiba is. Már gratulálok a győzelmedhez. Ezen a mérkőzésen elég sok szabálytalanság volt. Az ellenfeledet is intették, téged is intettek. Mi volt az oka, hogy nem tudtatok minden szabályt pontosan betartani? Hát igen, nekem egy kicsit kellemetlen stílusba boxolt. Balkezes volt, és szerintem ezért volt. Mi volt az, amivel fölé tudtál kerekedni? Mert hogyha jól emlékszem pontozásra, akkor végül is egyhangulag verted őt. Hát igen, én az edzőmtől azt utasítást kaptam, hogy elé mozogjak, mivel balkezes, és onnan próbáljak meg jobb kézzel ütni. Mennyire sikerült ezt megvalósítani? Jól sikerült, és a végén is lehetett látni, ki jött. Kik voltak az ellenfeleid a döntőbe jutásig? Hát én előnyerő voltam, csak a döntőbe jutásig boxoltam, és egy honvéd sasegyi sráccal boxoltam. Az is kellemetlen stílusba boxolt. Nagyon hajtós volt, de meg tudtam oldani. Most ezt megnyerted, ezt az Énekes István emlékversenyt. Elég sok nemzetközi verseny lesz az idén. Veled mikor számolhatunk, melyik versenyen? Hát remélem, hogy már én lesz első számú válogatott, és szeretnék minél jobb eredményt elérni majd. Gábor, gratulálok! Énekes István emlékverseny mellett arra számítottuk, hogy herceg lesz ennek a súlycsoportnak a döntőjében, és aztán mégsem volt, mi lehet ennek az oka? Hát én is arra számítottam, a Herceg Norbival fogok döntőzni. Ez az eredmény úgy lett volna az igazi, hogyha ővele találkoztam volna a döntőbe, de ő a második napon Gálos Zsolantól vereséget szenvedett, és így Gálos Zsolanttal elődöntöztem. Ez elég sima mérkőzés volt, hogy egyhangú pontozással nyertél. Mi volt az, amit az edző tanácsolt a mérkőzés előtt, illetve az első menet után? Az edzőm azt tanácsolta, hogy a ring közepén mozogjak, ballal készítsem elő, és bal-jobb-bal felütéssel oldjam meg ezt a mérkőzést. Hogyha már a Hercegnél tartottunk, akkor beszéljünk egy kicsit az idei világversenyekről, elég sok lesz belőle, és hát ugye értelemszerűen neked bele kell harcolni a kiutazásért. Milyen esélyeket adsz magadnak? Hát természetesen úgy indulok minden mérkőzésnek, hogy meg fogom nyerni. Ezeket a sérüléseket, amik a szemed alatt vannak ezen az Énekes István emlékversenyen szerezted, vagy otthon verted be a konyhaszekrénybe? Itt szereztem természetesen, szoros küzdelmek között. Milyen úton jutottál be a döntőbe, kiken keresztül? Minden négy nap boxoltam, első nap egy csesani nevezetű sráccal. Ő kiemelt volt a súlyában, aztán másodiknak egy debrecenivel boxoltam, Pap Zoltán. Ő is egy erős fiú, és ő is kiemelt volt. Aztán harmadnap Olá Pál kecskeméti, és aztán megint egy kecskemétivel a döntőben, a mai nap, Farkas Ficsi. Ezen a mérkőzésen Farkas edzője bedobta a törölközőt. Te mennyire érezted ennyire egyértelműen ezt a meccset? Már a vége felé éreztem, hogy kezd el fáradni, és nincs kondíciója, és nekem még volt, mint mindig. És aztán így rápörögtem, ráhajtottam. Intették is, és aztán már reménytelen volt, hogy nyerhet. Tudod-e a kedvenc ütésfajtáidat alkalmazni ezen a meccsen? Igen, előtte gyakoroltuk sokat a balhorog, jobb felütés, balhorog, ezekkel kombinálva, mert ő balkezes volt, és többet kellett foglalkoztatni a horgokkal. Nagyon erős rác volt, de viszont lassú. Kibeugráltam, és úgy könnyebb volt ezt kihasználni, visszatámadások, stb. Jól kezdődött a március egy aranyéremmel. Mi lesz a folytatásban? Tovább a munka, 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 és akkor beérik, és csak a csúcsig megszállunk. Az
elmúlt időszak nagyon jól sikerült neked, a junior Európa bajnokságon bronzérmet szereztél. Hogy emlékszel vissza arra a versenysorozatra? Nagyon jól emlékszem vissza, mert úgy érzem, hogy elég jól teljesítettem. Nagyon örülök a bronzéremnek, de szerintem jobb is lehetett volna. Ezen a mérkőzésen Bangó Edvard ellen a döntőben mérkőztél. Elég szoros volt, te hogy érezted bentről? Igen, nagyon szoros volt a meccs, szerintem nagyon jól helytáltam, és egyértelműen nyertem. Mi volt az, amit a szünetben az edződ javasolt, mert láttam, hogy nagyon komolyan beszél a fejeddel? Mondta, hogy mindenképp menjek rá, mert az a jó technika, mert hogyha kívülről boxoltam volna, akkor szépen lassan megvert volna. Edvard a címvédője ennek a versenynek, tavaly ő nyerte, hogyha jól emlékszem. Tudtál-e róla valamit korábbról, vagy voltak-e már emlékeid vele kapcsolatban? Igen, volt ezelőtt nemrég egy ilyen válogató verseny. Azelőtt is boxoltunk egy Borna Missza bajnokságon, ott ugye ő nyert. Szoros meccs volt ott is, de ezen a válogatón akartam, mentem és éreztem, hogy sokkal jobb voltam. Itt ugye más technikát választottam, ezt a vívósat, de nem jött be. Szóval gyorsan váltottam, és így ezáltal nyerni is tudtam. Megnyerted az Énekes István emlékversenyt, mi jön most? A VB-re készülök. Azelőtt még lesznek külföldi versenyek, hétfőn fel is hívtak a táborba. Még csak kesztyűzni a felnőttekhez, de már ennek is nagyon örülök. Kinek köszönhetjük a jobb szemed alatti véraláfutást? Ez a második nap történt, egy Hajdós Ámosoni versenyzőtől. Elég kemény versenyző volt, támadott folyton. Megpróbáltam kontraütésekkel megállítani, sikerült a győzelem. Ezen a mai döntő mérkőzésen Polák Olivérrel mérkőztél, és elég szoros volt a találkozó. Mondjuk az első menet vége felé mennyire érezted, hogy meg lehet ez a meccs? Éreztem, reméltem, hogy sikerülni fog. Az első menet elég jó volt, a második menet és a harmadik menetben egy kicsit szorosabb volt. Eljött egy pillanat, amikor az ellenfeled elkezdett vérezni, az orvos is megvizsgálta, aztán a szünetben az edzője is ápolta. Ez mit jelent az ellenfélnek, tehát neked mit jelentett? Vérzik, nyilván ez őt zavarja, nyilván akkor oda is kellene ütni, és ilyenkor mit tesz az ember? Zavarja az ellenfeled, persze. Éreztem is, hogy eltaláltam pontot, egyből elerett az óra. Hát, jó volt. Megvan most ez a győzelem. Edzőtáborok jönnek, nemzetközi versenyek, világbajnokság. Hol várhatjuk, hogy te is feltűnsz? Hát ez mint a szövetségi kapitánytól függ. Remélem, hogy ott leszek az edzőtáborban, a világbajnokságra kijutok. És ott meg aztán már minden lehet. Ott már minden lehet, persze. A zuglói Telesa Rudolfal mérkőztél a döntőben. Mit tudtál előtte róla? Talán volt lehetőség arra, hogy egyik meccsébe belepillant? Hát nem nagyon volt, mert ő első nap nem boxolt, második nap előttem boxolt, én bemelegítettem, nem nagyon volt idő, harmadik nap meg nem álltak ki ellene, így nem nagyon tudtam róla. Annyit tudtam, hogy tavaly országos bajnokságon második lett, így esélyesebbnek tűnt, de edzőim felkészítettek, és így sikerült nyernem. Milyen ellenfeleid voltak a döntőbe jutásig? Hát első nap egy vasasos srácot vertem el, második nap egy Schulman box klubost, és harmadik nap meg egy Jászberényi gyereket sikerült elvernem. Az ő edzője Badari Tibor volt, és folyamatosan azt mondta, hogy hajtson, mozgasson téged. Te mennyire tudsz egyáltalán meccs közben figyelni arra, hogy az edződ mit mond? Hát a saját edzőmét meg szoktam hallani általában. És ma mit mondott neked? Távolról boxolok, egyenesekkel inkább, ne engedjem közel, mondjuk ez nem mindig sikerült, de nagyjából levédtem magam, és ütöttem egyeneseket, és ezzel sikerült megnyernem. Egyhangú pontozással nyertél, amikor itt álltatok mind a ketten a bíró két oldalán, akkor mennyire érezted, hogy ez tutira megvan ez a meccs? Hát éreztem belül, meg edzőim is mondták, hogy ez megvan szerintük, és bíztam benne, és meg is lett. Mi következik most? Ugye még március eleje van. Hát elvileg mennem kell majd edzőtáborba, Tatára, és ott majd kiderül, hogy mi lesz továbbiakban. Ádám, tavaly megnyerted a Junior Európa bajnokságot Keszthelyen, aztán ötödik lettél az asztanai világbajnokságon, és legyőzted az orosz bajnokság első két helyezettjét. Ezek nagyon jó eredmények, viszont ezzel jó magasra is tetted a mércét magad számára. Hogy lehet ezeket túlszárnyalni majd? Próbálok mindig kiadni magamból mindent, amit csak lehet. Most ugye új korcsoport és új súlycsoportba is boxolok. Szépen fokozatosan így is fel tudom építeni majd a dolgokat. Sajnos a válogatott srác lesérült, úgyhogy vele nem tudtam megmérkőzni. Úgy gondolom, hogy vele még mindenképp össze kell csapnom.
Ezen a mérkőzésen az ellenfél edzője azt mondta a saját versenyzőjének, hogy gyakorlati életveszélyben volt az első menetben, nem is tartott tovább. De hogy érezted bentről, hogy hány darabban viszik majd őt haza ma? Én próbáltam most kicsit higgadtabban boxolni, inkább testen bontogattam, és úgy éreztem, hogy meg is volt fogva a srác többször is testen. Az arcán is észrevettem ezt, jól éreztem magam a ringbe. Lehetett látni, hogy fél is egy kicsit tőle. Igen, lehet, én is éreztem. Mennyi munka van ebben? Nyilvánvalóan edzések. Most ugye tél volt, tehát kicsit mások ilyenkor az edzésmenetek. Mennyit dolgozol egy-egy héten? Hetente ötször edzek. Sajnos reggel nem tudok edzeni az iskola miatt. Melyik sülőben jársz, mit tanulsz? Szombathelyre járok a kereskedelmi és vendéglátói szakképzőiskolába, ahol két anyelvű osztályban vagyok, és idegenforgalmat tanulok. Világbajnokság lesz, ott leszel? Ott leszek. De és mielőtt a mostani döntőről beszélünk, beszélünk egy kicsit a dublini ifjúsági Európa-bajnokságról, ahogy győzelmet is szereztél. Ki ellen és milyen körülmények között? Hát egy azerbajdzsáni sráccal boxoltam, első menetben sikerült eltornom az órát, és így nyertem a reszével. És aztán ki állított meg? Aki felnőtt bajnok, ifjúsági olimpián harmadik helyezést ért el, török srácoktól kaptam ki 7 ponttal. Hogy jutottál itt az Énekes István emlékversenyen döntőbe? Hát a 4 napos versenyben 6-an voltunk, első nap nem boxoltam. Második nap boxoltam egy sráccal, első menetben sikerült őt legyőznem. Elődöntőben Szép Kálmánnal kellett volna boxolnom, de ő sérülés miatt visszalépett. A döntőben Talós Ignáccal sikerült megvernem egyhangú pontozással. Ez az egyhangú pontozás mennyire volt a te véleménye szerint is egyhangú? Ez korrekt volt. Úgy érzem, hogy megnyertem egyhangúan. Következő megmérettetés? Most érettségi. Válogatottba szeretnék felmenni, úgy mint tavaly. Szeretném a világbajnokságot Bangkokban kimenni és minél jobb eredményt elhozni onnan. Pár szót az érettségről, melyik tárgytól tartasz a legjobban? Mivel én egy egyetemnek a gyakorló szakközépiskolában tanulok, mint erdész, most jobban inkább a matematika, ami a gyengeségem. Többi tantárgyból jól állok, szóval még matekot meg kell húzni, és minden jó lesz.